Május 17-én rendezték meg Dabas Mántelken a Budapesti Erdőgazdaság ZRT új turistaházának és erdei iskolájának avatási ünnepségét. Távolami fejlesztési elképzeléseink között szerepel itt a két tanösvényünk közelében egy a Betyár-Dombi tanösvény mellett egy kilátónak a kialakítása. Ehhez majd pályázati lehetőséget is remélünk, hogy az anyagi forrásaink azért végesek, és ennek a turistaháznak a további berendezését és a környezetének a még szebb tételét tervezzük. Állami erdőgazdaságtól azt kértem, hogy vizsgálják meg annak a lehetőséget, hogy a térségben hogy lehetne egy kisebb volumenű közjóléti fejlesztést végrehajtani. Ennek azért érzem jelentőségét, mert nagyon komoly, nagy közjóléti beruházásaink vannak. Mi illeszkedik az országos kék túrába, a bejárható Kelet-Magyarország programba, biciklis útvonal fejlesztésekben, különféle nagy kulturális vagy üdülővezetek fejlesztéseibe, de nagyon kevés olyan beruházásunk van, ami ilyen szempontból nem érdekes, mert nem itt megy el mögöttünk az országos kék túra, hanem kifejezetten csak helyi, lokális fejlesztést jelent. Társaságunk a Budapesti Erdőgazdaság ZRT az elmúlt időszakban nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Honvédelmi Minisztérium által meghatározott zárt rendszerből részben kilépve a társadalom felé nyisson. Mindenközben alapfeladatát természetesen teljes mértékben ellátja, sőt komoly, kiemelt nemzeti beruházásokban is részt vállalt. A társadalmi nyitás érdekében számos közjólét és turisztikai beruházást indítottunk el az elmúlt 4 évben. Ilyen volt a Lovasberényi Látogatóközpont létesítése, a kastélypark felújítása, a Bujáki Sasbérc kilátónak a felújítása, és itt a Dabasi Erdészeti Igazgatóságunk területén vagyunk ma, ahol Magyarország második legnagyobb lőtere található. Itt az erdészetünk területén a katonai tevékenységek elsőbséget élveznek, ezért az itt elvégzendő erdészeti feladatokat napi szinten egyeztetjük a honvédséggel. Én abban reménykedem, hogy egy ilyen erdei iskola és egy ilyen erdészház kialakítása, turistaház kialakítása abban jelenthet előrelépést, hogy lesz egy olyan pont, lesz egy olyan kultúrált 21. századi pont, ahova érdemes elmenni, érdemes megnézni ezt a környezetet, és bevonza az embereket, tehát nem arról van szó, hogy meg kell keresnie, és csak kimegy a vakvilágba, nem tud sehol sem letelepedni, nem tud a mosdóba elmenni, hanem van egy kifejezett úti cél, itt van ez a szép épület, ide el lehet jönni, meg lehet nézni, be lehet menni, adott esetben a erdőgazdaság honlapján lehet regisztrálni, és lehet a szálláshelyre rájelentkezni. Remélem talán itt sátras letelepedőhelyek is kialakításra kerülnek, és ennek az eredményeként talán az itt élők is jobban megismerik ezt a környezetet. Az épület renoválása 2016-ban kezdődött meg. Az összes nyílászárót, burkolatot, elektromos vezetéket, valamint a teljes szennyvízrendszert felújították. Az erdőgazdaság célja, hogy az őszi iskolakezdésre teljes erdei foglalkozásokat lehessen adni óvodásoknak, valamint kisiskolások számára. Az épület, a tanösvények, valamint a kapcsolódó létesítmények szabadon látogathatóak. A térségünkben élő mintegy 35-40 ezer ember számára rendkívül fontos az, hogy ne csak itt lakjunk, hanem itt éljünk ebben a gazdag, csodálatos környezetben, ahová születhettünk, vagy ahová az élet, a Jóisten sodort minket, és hogy ennek a környezetnek a sok-sok kincsét minél jobban élvezni tudjuk, és erre rá tudjuk nevelni a gyerekeket is. Jön a következő attrakció, hogy két tanösvényt is létesítettünk, így aztán már azt gondolom, hogy igazán van értelme a gyerekeket is ide elhozni, az iskolákból, óvodákból, hogy nézzék meg ezt a környezetet, ismerjék meg a növényeket, ismerjék meg a növényi társulásokat, ismerjék meg azokat az állatfajokat, amelyek itt élnek az erdőben, és talán ebben az autentikus környezetben jobban rákapnak ennek az ízére, jobban rákapnak a kirándulás szépségére, és hát természetesen jobban
megismerik ezt a környezetet, amiben élnek.